Tisztelettel köszöntöm a nézőket a választás utáni első háttérképben. Boros Imre és Bogár László is itt van, megdöbbentő módon, és hogyha emlékeznek, akkor egy héttel ezelőtt úgy búcsúztunk, hogy egy hét múlva már okosabbak leszünk. Nos, azt nem tudom, hogy mennyire vagyunk okosabbak egy hét elteltével, de egyet tudok. Azt, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetség harmadszor is kétharmaddal megnyerte az országgyűlési választásokat, uraim! Azért euh, szerintem egy dolgot mind a hárman bevallhatunk, erre nem számítottunk, Laci. Bocsánat, mert ugye azt mondtad, hogy, és valóban így fogalmaztál egy hete, hogy okosabbak leszünk egy hét múlva. A magyar nyelv mindig hihetetlenül pontosan fogalmaz, az az okos, aki ismeri az okokat. Tehát az okság és okosság úgy fog, függ össze, hogy ugye az okozati összefüggéseket, és az okozta kétségtelen bennünk azt a, majd rátérünk erre, tehát azt a lélektani feszültséget, akkor maradjunk egy bizonytalanságot is sok szempontból, hogy, hogy összekeveredtek az oksági viszonyok, és most egy hét elteltével, ismerve most már, hogy mi az ok és okozat, vagy legalábbis feltételezve hogy mi az okozat, kellene végig gondolni azt, hogy hogyan lehetett, mert ez egy döntő fontosságú kérdés, a választásokat megelőző 6 hétben pontosan ellentétes társadalomlélektani hatást Kell tenni, mint amit aztán a választások visszaigazolták, ezzel azért kell foglalkozni, mert az elmúlt 30 év média és politika történetének egyik legizgalmasabb kutatási területe lehetne, és el kell ismerni, professzionális munkát végzett az a globális véleményhatalom, amelyik ezt képes volt előidézni, mert ezt utólag is el kell ismernünk. Mármint az, hogy képes volt előidézni, és hogy profi a munka, ha gonosz is. Mindent? Ugye én nem voltam elég okos, mert itt azt mondtam nektek, hogy olyan 60% körüli mandátum lesz a Fidesznek, de úgy néz ki, hogy az ellenzék erői szavazói is úgy jártak, csak egy kicsit fordítva, mint a mesebeli paraszt, aki jött vissza vásáról, mert ugye azt mondják, hogy a paraszt is okosabb, mikor jön a vásáró hazafele, és morfondírozott, hogy 10-840 megegyezünk könnyen. Micsoda? Eladtam 10 borgyút, 8 száva, de az nem 40. Na most, tehát gyakorlatilag valóban, amit a Laci mond, egy kicsit a hatása alá kerültünk ennek az eszeveszett, ormótlan, ócska, mindenféle akárminek, nem is akarom minősíteni, amitől azt várták, hogy őrületesen nagy tömegeket mozgósít, mondták is, ha nagy lesz a részvétel, akkor szíva Fidesz. Mi azért azt nem hittük, hogy elbukjuk a választást, ezt nem, de azt, azt hittük, nem. hogy ez hat. Azt is gondoltuk, én bevallom őszintén, én nem vagyok olyan nagyon művelt ilyen politikai dolgokba, hogy ez azért hat, mert az a reggeltől estig történő és sok esetben, vagy legtöbb esetben abszolút alaptalan korrupciózás az majd fő bizgat sok embert. Ezzel szemben igazándiból a nép arra hívószóra hallgatott, amire, hogy mondjam, elementáris érdeke, hogy hallgasson, a saját biztonsága volt a legfontosabb igény, és ez a, ez a hívószó valószínűleg jóval többeket mozgósított, mint az a másik, amelyik hát tulajdonképp hogyan tovább, mit, mit mondjak, hát igazándiból bizonyítva sose volt, de nyomják, mint ahogy most mondják, hogyha el lett csalva a választás, erős arra, beszéljünk. Arra neki. majd még visszatérünk, persze. De ez, ez egy nagyon érdekes dolog, azt is azért meg kell. Az elmebaj az csodálatos, no. de még egy kicsit maradjunk itt az előzményeknél. Én megnéztem, amikor az első öröm hullámon túl voltam, azért megnéztem méghozzá egy olyan jó fél évre visszamenőleg az összes közvéleménykutatási adatot. Gyerekek, azt kell mondjam, hogy minden közvéleménykutató cég abban a 5%-os sávban való mozgáson belül Gyakorlatilag mindenki ezt jósolta. Mindenki ezt jósolta. Tehát az következett, be, is, az következett be, amit jósolt. És, és pont azon gondolkoztam, hogy milyen érdekes, hogy minden közvéleménykutató kutató ezt mondta, a medián járt megint a legközelebb. Egy héttel a választás előtt azt mondta, hogy kétharmada lesz a Fidesznek. Aztán egy kicsit lefele korrigálta. De mindenki ezt, a, ezeket a sávokat mérte be. Jobbik 15-20 közé, minket olyan 40 5 és 49 közé medián volt az egyetlen, aki még e fölé is bírt mérni, és a többi, és a többi, és a többi. Minden, ki abban a sávban teljesített, ahol belőtték. Csak elkezdtük mondogatni magunknak, különösen hódmezővásárhely után, hogy jó, a közömény kutatások azok nem megbízhatóak, meg különböző, mindig fölülmérik a Fideszt, és mindig alulmérik az ellenzéket hogy egy klasszikust idézzek, egy lószart mama. Tehát magyarán végül is, ha hiszünk, a szemünknek akkor nem csodálkoztunk volna, nem Laci? Igen, csak uh, ahogy már az előbb is említettem, ugye úgy szokták ezt az foglalkozók nevezni, hogy véleményklíma. Tehát azért egy választás mindig körülvesz egy véleményklíma is. Tehát az, az egy dolog, hogy hogy aki úgy gondolja, hogy el fog menni választani, az többnyire egy idő után azért ki is választja azt a pártot, amelyikre akar szavazni. De Sőt, azért van egy véleménye attól. Tehát, tehát azt mondja, hogy el fog menni szavazni, én erre fogok szavazni, és az a véleménye, hogy ez is egy, ez fog nyerni. Tehát a kettő teljesen nyilvánvalóan eltérhet egymástól, és ezt a vélemény klímát, ezt másféle erők, a jelek szerint, egészen másfajta erők, másfajta eljárások tudják szabályozni. Én változatlanul azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, most uh, éppen uh, médiaelmélet kettő tömegkommunikáció óráról jövök, és is kellett abba hagyni, és a hallgató... Kaptál kis Negyed persze, tehát, tehát a, a többen egyébként fel is erre a szemük, hogy szakdolgozati témaként is javasolnék, egy ilyen kétségtelen nagy dráma, mert, mert, ez egy nagy dráma volt, hogy, hogy képesek voltak ezt a véleményklímát nagyjából egy hat héten keresztül. A véleményklíma a lényege, csak még néhány mondat hozzá, arra épült, és azért ennek kétségtelenül van hatalmas társadalom lélektani mozgósító ereje, hogy az összes többi párt felsorakozott a, úgymond a fidesz szembe. Igenis van, tehát óriási tudnilik az embernek, mivel együttműködésre ítéltetett, van egy olyan tulajdonsága, mondjuk két millió év óta, hogy szeret a többséghez tartozni. Tehát, tehát ott azok, akik meghatározzák, hiszen az az ember, aki egyedül maradt, mondjuk tízezer éveken keresztül, az abban a pillanatban halára ítélte magát. Tehát nem jó a közösségből kiesni. Tehát, hogyha te sikeresen tudod azt szugerálni, hogy akkor tartozol a döntő többséghez, hogyha szembe mégy azzal, ami a Fidesz, és ezt el kell söpörni, mert az ország döntő többsége gondolja, úgyhogy azt el kell söpörni, az egy idő után, tehát ha ezt ugye nyilván érteni kell hozzá, hogy ez hogyan szól a tényleg belsejében azért a kételyt legalábbis, a kétségeket azzal kapcsolatban, hogy így lehet -e, és még egyetlen dolgot tegyünk hozzá, hogy ráadásul még azt is el tudták hitetni, és ez rendkívül lényeges, hogy noha tűz és víz, tehát három politikai erő fogott ott össze, tehát a nevezzük, ha szalonképesen akarunk fogalmazni, a nemzeti radikalizmus, a szocializmus, tehát a szocialista, meg a liberális erők. Egymás nácinak, lipsinek, meg szocinak e, szokták volt nevezni, és halálos ellenség voltak egymásnak, de egy drámai módon demonstrálta mindegyik fél, hogy noha halálos ellenségei vagyunk egymásnak, de azzal a démonnal szembe, amely a, az egész magyar társadalmat végromlásba dönti, itt az idő, ütött az óra, azzal össze. És ezek a hívó szavak egy olyan történelem után, mint amit a magyar társadalom átélt, lássuk be, társadalom lélektanilag azért csak képesek előállni. Hát de olyannyira, csak egy pillanat, Imre, olyannyira képesek, hogy én, de szerintem te, ti nevetekben is mondhatom, én is elkezdtem ugye aggódni. Másrészt, amikor vasárnap láttam, hogy nagyon magas lesz a részvételi arány, akkor elkezdtem még jobban aggódni, hiszen 25 éves toposz, hogyha magas a részvételi arány, akkor biztos, hogy a jobb oldal bukik. Ráadásul, bocsánat, ugye este 10 óráig nyilvánvalóan Momentumra szavazó mit tudom, néhány ezer fiatal volt a legalapvetőbb igen. benyomás, ami, ami aztán akár exit polként is működhetett Pontos. volna. Már de... mondjuk én, én már hétkor nyugodt voltam, mert én már hétkor ismertem Ez, az exit poll eredményeket, csak igen. hogy nem tudtunk csak róla beszélni. De visszatérve, tehát ugye még minket is rabulejtett ez a hódmazővásárhely utáni véleményklíma. Ott még hivatkozni is lehet. Viszont emberek, ehhez képest az történt, hogy a nép reggel főket, kibolott válkozott, felöltözött, elment szavazni, azt ránk szavazott. És ez volt a legmegdöbbentőbb és a legnagyobb meglepetés az egészben. Na most akkor bizonyos réteg dolgokat is nézzünk meg, mert szerintem halálfontos, és a jövő időszakára, a következő négy évre abszolút döntő üzenete van. Tehát azt azért eldönthetjük, hogy ennek a választásnak a fő hívószava az az, hogy Magyarország marad-e Magyarország, vagy nem. És ez a hívószó, kevésbé szólította meg a város és főként a fővárosi népet, viszont nagyon alaposan megszólította a vidéken élőket, a kisebb településeken élőket. Ezt, ha lehet, kőkeményen gránitba vésse maga eszébe, emlékezetében minden politikai erő, a vesztesek is, a győzteseknek természetesen adódik a lehetőség, hogy ezzel a tudással ezzel éljenek, és ne vissza, mert erre kell építeni. Tudni, még az a nyomás nem fejeződik be, erre a kitartásra pedig továbbra is nagy szükség. Mindkettőtökhöz szeretném, ha úgy tetszik, kérdésként intézni. Ahogy Imre is fogalmazott, ebből is látszik, hogy most az kezd az általános toposszá válni, hogy a kis falvak, a községek és a szegény falvak biztosították a Fidesz hátterét és a kétharmadot. Tegnap megjelentek, és pont a medián jelentette meg a felméréseket. Az a helyzet, hogy ez nem igaz. Óriási számban elmentek a községek, nem, lakói, is... a kis falvak lakói, is mind ránk szavaztak. Csak az a helyzet, hogy a megyei jogú városokban is, meg a kisebb városokban is mi nyertünk. És az a helyzet, hogy az ország nyugati határszéli leggazdagabb vidékein is tolony magasan mi nyertünk, tehát az, hogy a, a szegény falvak a Fideszre szavaztak, az így önmagában igaz, csak nem lett volna elég a gazdag városok De a négy is Soprontól Szombathelyig és Zalaegerszegyen át világon. De mindenhol ránk szavaztak. Igen, és Kelet-Magyarországon is ja, ránk rá szavaztak, és Nyíregyházát is, is elhoztuk, az, és Egert is elhoztuk, éjjultak. és Miskolcot is elhoztuk, és mindent elhoztunk, amire azt mondták, hogy nem fogjuk elhozni. Hát ez a megdöbbentő, és bocsáss meg még egy, egyetlen egy mondat, hogy ugye a egy Győr András ugye kiállt még az éjszaka folyamán, és elmondta, hogy ők mennyire dühösek, majd elmondta az ikonikusnak szánt mondatot, hogy a Fidesz ugyan a választást megnyerte, de a fiatalokat elvesztette. Megmérte a medián ezt is. Gyerekek, az a helyzet, hogy minden korosztályban mi kaptuk a legtöbbet. 18-29-es korosztályban a Fidesz szavazók, Fideszre szavazók aránya 37 százalék. Itt az majdnem 40. Éjjjön, itt közelített meg legjobban a jobbik minket, 31-el. De a jobbik? A jobbik, jobbik. 31-el. A momentum itt 900, 9 darab százalékot kapott, csak úgy az összehasonlítás véget, és minden korosztályban ahogy ö, ugye megyünk a 60 plusz felé, úgy nő a ránk szavazók aránya. A 60 plusznál már azt hiszem 47 százalék ide szavazott, é, de hát a mondom még egyszer, 18-29-nél 37 százalék, a 29 vagy 40-49-nél, amit még szintén ne nevezzünk aggasztjának. azoknál már 43 százalék, és aztán 46-47 százalék. Tehát ez sem igaz. Nem, hát. És erre, ebből vont, így szól a mondat, amit a Mandineren olvastam cikket, hogy az a helyzet, írta a szerző, hogy lássuk be a Fidesz, brutális néppártá vált. Minden társadalmi közegben, minden településtípuson és minden korosztályban mi taroltunk. Miről beszél? Azért nem lehet igaz, mármint ez a feltételezés, mert valójában, hogyha, igen, tehát hogyha volna itt lehetőség arra, hogy higat, nyugodt, őszinte, történelmi jellemzés. Még van 30 perc. El? Már nem, a műsorunkban mindig van lehetőség, csak ugye szóval a magyar társadalom egészében volna szerencsésebb, volna, vagy biztatóban néznénk az előttünk álló módfeled kalandosnak ígérkező évtizedek elé, hogyha ez a légkör ki tudna alakulni, és azt hiszem, mi eddig is demonstráltuk, ezután még inkább, hogy mi mindent igyekszünk megtenni itt a háttérkép is, hogy ez a légkör ki tudjon alakulni. Tehát az egyik történelmi tendencia az, amit az Imre nagyon helyesen úgy fejezett ki, hogy Magyarország magyar marad-e, de azért tegyük mindjárt hozzá, ez egy 500 éves tendencia. A kuruc szembeállás, a népi urbánus szembeállás, a nemzeti globalista, mondjuk a mai szóhasználatban szembeállás, az ország utóbbi 500 éve során, tehát mondjuk Mohács Trianon lejtővel jellemezhető, mindig ugyanarról szól, hogy a birodalomhoz, tehát a minket sajnos mindig függésben tal, valamilyen szintig természetesen, most is függésben tartó birodalom, mert a világ szerkezető. a birodalomhoz való viszony az igazi vízválasztó. Tehát, hogy, hogy, inkább a birodalommal való bátor alkudozás, ez persze mindig, de, de, azért a nemzet érdekeit védem a birodalommal szembe, vagy éppen fordítva, most nagyon nyersen fogalmazva, a birodalom ügynöke vagyok inkább a saját nemzetemmel. Mondjuk a szuperkurusztról az útra alapban cig. Persze azért tegyük hozzá, hogy a két véglet sem járható, mert azért az se, hogyha beledöglünk, akkor is ki kell vívni a teljes szabadságunkat a birodalommal szemben, mert azért az sem járható, de az sem, hogyha beledöglünk, akkor is ki kell szolgálni a birodalom minden óhaját, mert egyébként megsemmisít minket. Na de ha beledöglünk a kiszolgálásba is, akkor meg minek? Tehát ugye ez megint Bibó István, a túlfeszült lényeglátó és a hamis realista, és a kettő között, mondja Bibó nagyon helyesen, nem véletlen, ugye, hogy a 30. évfordulót éppen a Bibó Istvánról elnevezett szakkolégiumban szakolium, emlékezt, vagy évenként, ugye ott emlékeznek meg róla, mert ez pontosan azt fejezi ki, ahogyan Bibó mondja, a lényeglátó realista létkarakterét kellene megtalálni, ami leginkább arra rímel, amit Imre úgy szokott megfogalmazni, hogy szép dolog a kívánatos, hogy mit kíván a magyar nemzet, de azért azt is meg kellene vizsgálni, hogy mi a lehetséges ezen Elül, tehát a lényeglátó realista létkaraktere az szabadon rendelkezésre áll bárkinek. Tessék, uraim, tehát ezt üzenjük az ellenzéknek, hogy szabad a pálya, bárki lehet lényeglátó realista, de az úgy nem fog működni, hogy se a lényeget nem kívánom látni, se, se realista, realista kivitelezését annak, hanem ilyen erős nézéssel azt szugerálom, hogy de szavazzatok rám, anélkül, sőt az egyikük nyíltan, most nem csináljunk neki reklámot, mikor megkérdezték arról, hogy jó, megdöntik a tegyük fel, az ellenzék, összefog az ellenzék, teljes népi összefogás, megdöntik a fizetés, és mi jön utána? Hát káosz, mondta. Na most azért akárhogy is nézzük, az ember egy kicsit úgy lélegten meg hogy valóban komolyan gondolhatja bárki, hogy van egy működőképes, ha úgy tetszik, még a nemzetközi pénzügyi körök is elismerik, hogy ez egy működőképes modell. És mindössze annyit javasol, hogy döntsük romba, az egészet, és miután pusztaságát tettük, utána ráírunk erre. arról, akkor jön a káosz, most ezt el is magyar, meg és ráérünk arról gondolkodni, na most erre, ez úgy elég erre viccesen mondta. hangzik, a magyar paraszt, az 500 éve mondta. kifosztott magyar paraszt számára, azért ez nem tudom. Erre mondta hozzon. a miniszterelnök, hogy olyat már látott, hogy egy politikai előgyőzelme után káosz következett de olyat még nem látott, hogy valaki elevezze kampányolni. <laughs> no, akkor térjünk vissza arra a témakörre, hogy 500 évet említett, és ezért én nagyjából egyetértek, mert attól kezdve mi ugye egyfajta... Mohács is erről szólt. Igen, erről szólt már Mohács is, beszéltünk s részben való, hogy Magyarország azóta nem tudott egy olyan politikai struktúra, rendszer kialakulni, ahol az egymással szemben lévő vitatkozó erők arról vitatkoznak, hogy melyikünk tud a nemzetközi erőkkel az ország szempontjából eredményesebb kompromisszumot kötni. Na most, ugye, miután a Fidesz megtalált ennek az útját, és az most már ne vitatkozzunk, mert amikor a Bloomberg hozannázik, hogy ja Istenem, nehogy már ne a Fidesz győző, mert akkor állati gáz lesz mindenhol, akkor az azt jelenti, hogy egy, nekik is megfelelő alkó van, és kellő mozgástér van arra. Merjük kimondani, nekik a Fidesz a legkisebb rossz ebben az így esetben. Van, így van, a legkisebb rossz. Nála jobbat láttak már, de nincs nekik pillanat, mint a fán. Na most a másik oldalon hogy lehetne? Tehát itt jövőbe is egy kicsit be, veszünk bele hogy akkor most majd megújul az ellenzék. Ja, Isten, össze egy csináljam magam. Persze, hogy megújulnak. Mit az izét újulnak meg? Föltalálják-e azt a melegvizet, vagy csőben asztalukat, amely arról szól, hogy azt az alkut, amit a Fidesz megköt, illetve állandóan abdétel, tehát magyarán szóval meg-megújít a nemzetközi tőkével, azt ők jobban csinálják. Na ehhez annyi se értenek, de nem is akarnak, mint ökör az olajégetése. Milyen ellenzékünk lesz? Hát azt látjuk, hogy a pályáról az edző lecserélte a csapatot. Hogy ki az edző, most hagyjuk Gyuri bácsi, vagy nem, tök mindegy, ő már öreg, de az az alapítványrendszer, amiből 18 milliárdot simán áttettek az alapítványba, a privát vagyomból, nehogy az öreg elpatkol azt akkor örökösödési problémák lesznek. Hát legyünk egészen brutálisak, ugye? 6 milliárdot ott hagytak, az a jutalék, kész el van intézve, az a gyerekeké lesz. De ez a 18 milliárd majd tovább diktálja, hogy mi a teendő. Pillanatilag ugye a média jó része még, ez is hülyeség, hogy minden a Fidesz kezében a francot. A szemes az, szemes az a még fogni. az ő kezükben hát, van. Akkor nehéz lett volna azt a véleményklimát előbarázni hegyi bevallotta az amerikai kongresszusba, és ide is belenyúkáltak a dolgokba, nem csak máshova. Ugye, tehát most média vezérelt, civil szervezeti palik fognak reggeltől estig tűncizni. Már mindjárt lesz szombat egy kis tűncike. És erről jut eszembe, hogy esetleg nem lenne azon gondolkodni való, akár kétharmados vagy, akár felesbe, teljesen mindegy, hogy kérdez, lehet itt tűncizni rettetesen, mert az a polgárjog, lehet. A tüntetések biztosítása a rendőrség dolga az adófizetői pénz. Oké. Okay. Igen ám, de hogyha a tüntetésekbe általában balhik is kavarodnak, költségek keletkeznek ezen fölül. Mert például kimeszeli XYZ meg azt a házat, meg beverik a Fidesznek a székházak, az ablakát, stb akkor azért valami fajta előre bebiztosított pénzügyi dolgot kéne kitalálni, valami fajta kauciót, olyan esetekbe, ha a szervezet, aki bejelenti a tűncét, az nem tetten érhető anyagilag, mert parlamentű pár tetten érhető. Ott van neki az ellátmánya, emberei balhéztak, kilődözték a nem tudom mit, ennyi akár, levonják a pénzéből. De ha nem ilyenek, akkor ki kéne valami pénzügyi biztosítékot találni. Azért... Ne iten itten orba szájba, másoknak a kárára, aztán majd valaki eltakarít. Azért miközben te esetig igazodhatok neked abban, hogy valószínű itt teljesen céltalan és csak energiákat felemésztő összecsapások elképzelhetők. Bőven? Én, én nagyon félek hogy lesz bőven. Igen, igen, de azért ebben a műsorban igyekezzünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a biztató jelekre is megpróbáljuk felhívni a figyelmet. Számomra nem beszéltünk erről, ez néhány hete volt, de már ebben a hat hétben a választások előtt az Index nagy terjedelemben Hát tulajdonképpen én csak az interjút olvastam azzal a szociológussal, aki azt a kutatást végezte, de nyilván ti is találkoztatok vele, amelyik a nemzeti, nemzeti együttműködés rendszerét elemezte. Értelemszerűen alapvetően liberális nézőpontból, de számomra, Meghökkentően, hát hogy is mondjuk, csak higat módon. Tehát megpróbálta, ugye Kostolányi hozta be a magyar, magyarba, ugye, hogy Tukompran, Szett Tupárdoni, tehát megérteni az egy kicsit annyi, mint megbocsátani. Ezt nem feltétlenül kell ebben a formájában elfogadni, de azért van még igazság ebben az összefüggésben. Mit mondott? Hát, hogyha, hogyha ne, tehát azt mondta el, pontosan amiről erről beszéltünk, hogy a Fidesz az egyetlen, erő az elmúlt 30 év során, amelyik legalább átfogó kísérletet tesz arra, hogy a mindenkori veszteseket is, mert éppen erről szól a történet, hogy nem lehet a vesztesek nélkül még egyszerű többséggel se nyerni, sem most, se a következő 20 évben, és ezek a vesztesek nem azért vesztesek, mert valaki jól vagy, azért ezt is mondjuk el az elmúlt 30 év tükrében, mert valaki jól vagy rosszul, vagy nem csak attól vesztesek, hogy valaki jól vagy rosszul kormányzott az elmúlt 30 évben, hanem hogy a rendszerváltás rend a globális hatalmi rendszer részéről, hát mi az eladósítás, ugye a Fekete Jánosok, tehát itt már 78-tól kezdve az SDS uralkodott ebben az országban. Őben, tehát jó. ilyen értelemben véve oh. tudomásul kell venni. Hogy a 73-tól kezdve. Hogy a többség 73. még hosszú ideig bizony akár arra is fel kell készülni, hogy amikor a 20 évek végén tömegesen nyugdíjba mennek azok, akik a rendszerváltás elején voltak pályakezdők, és ezeknek az embereknek a milliói azzal kell, mert nem tudunk más tenni, ezek nem 5 perc alatt változnak meg, azzal kell, hogy szembesüljenek, hogy az általános élethelyzetük anyagilag, demográfiailag, egészségi állapotukat tekintve, lelki, erkölcsi, szellemi állapotból bizony nem jobb, mint 40 évvel ezelőtt volt, amikor pályakezdők voltak, és és őket is meg kell tudni, nem csak megszólítani, hanem nekik is el kell tudni mondani, hogy zajlik az a történelmi folyamat, amely nagy valószínűséggel majd segít ezen a helyzeten. De ez a történelmi folyamat, miután kb. 150 év alatt tették tönkre, és maga a rendszerváltás rendszere is hála, Persze annak a magyar választónak, azért ezt is mondjuk, ezt többször elmondtuk, aki annak az sds nek amelyik lerombolta 20 éven keresztül, annak azért több mint 1 millió szavazó, 1 millió 300 000 szavazatot adott. Oh. Tehát utána megtanulta, hogy 0,9-re vigye le ezt az sds de megtanulta. És ez a nemzet ma azt mondja, hogy akkor is ezt a stabilitást kell fenntartani, és ez a, leg, ez a leglényegesebb társadalmi legtani mozzanat, ha én tudom, hogy akár az én életemen belül, a Fidesz sem, meg semmilyen kormány nem tud azon az élethelyzeten javítani. De legalább azt Úgy. érzékelem, hogy érzi. Jó, de már az is elég, hogyha azt érzékelem, hogy érzi és tudja, látja és legalább erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy létrehozzon olyan intézményi változásokat, amelyek beindítják azokat a társadalmi mechanizmusokat, amelyek mondjuk nem három vagy öt év alatt, de legalább 15 év alatt ezen a szerkezeten is változtatják. És Higgyétek el a következő 15 év Elhisszük, és, és az is teljesen nyilvánvaló, hogy az elmúlt nyolc évben azért látta ez a társadalom, hogy ez az a kormány, amely ezeket próbálja meg végre. Ugye megtalálni. a jövő elkezdődött, hogy stílszerű legyek. És e, ugye az imént fog, e, említetted ezeket a lárpurlár kis tüntetéseket, hogy te fogalmazottál, tüncikézéseket, amelyekre persze fel kell készüljünk. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ezek csak jelen pillanatban ezek nem lárpullár nem. Ezek most arról szólnak, hogy a romokban heverő ellenzék lévén a más mondandója nincs az őt elhagyó társadalomnak. Most megpróbál legalább néhány napig, vagy egy hétig, vagy tíz napig azzal túlélni, hogy... Áztortüzet életbe tartani. Azzal Is túlélni, ennyi? hogy föntartani egyfajta társadalmi hiszté. az, ami várható, ezt majd nyilvánvalóan kezelni kell, és szeretném is, hogyha azért egy kört beszélnénk erről, de mielőtt beszélünk róla, nézzük már meg. Ugye két nappal a választások után Orbán Viktor jelenlegi és jövendő magyar miniszterelnök, hát tartott egy értékelőt, ugyebár kiállt a nemzetközi sajtó elé, és tartott egy Sajtótájékoztatót, ahol nyilván szó esett választásokról, meg arról, hogy mi várható. Ebben nézzünk bele. A magyarok úgy döntöttek, hogy csak ők dönthetik el, hogy kikkel kívánnak együtt élni Magyarországon, és ebből a pozícióból a magyar kormány egy tapottat sem adhat föl. Ez a döntés kötelez bennünket. A magyar emberek a szuverenitás mellett törtek láncsát, és ez azt jelenti, hogy a magyar egy olyan európai nemzet, amely erős tagállamokból álló erős Európát akar, így fogalmazott Orbán Viktor az országházban tartott nemzetközi sajtótájékoztató. A mi támogatottságunk az egyértelmű. A miniszterelnök hangsúlyozta, a magyar kormánynak továbbra is a nemzetek Európája mellett kell kiállnia, és nem az Európai Egyesült Államok mellett. Ma reggel már volt elnökségülés. A miniszterelnök beszélt az elkövetkezendő hetek teendőiről is. Megbíztak a kormányalakítási tárgyalásokkal. A kereszténydemokrata néppártnál már be is jelentkeztem, velük meg is kezdem a tárgyalásokat. Az eredményeket tekintve úgy látom, hogy más koalíciós párt bevonása nem indokolt. Orbán Viktor azt mondta, várhatóan 3-4 hét múlva mutatja be az új kabinett tagjait. Közölte, jelentős változások, módosítások várhatók, nagy részben új emberekkel, részben új struktúrákkal készül az átalakításra. Ugye ez érdekes, mert ez most már többször elhangzott a választások óta eltelt néhány napban, hogy nem folytatódik a régi kormányzás, hanem elkezdődik egy új. Ugye a miniszterelnök itt a imént hallott bejátszóban ezt úgy fogalmazta meg, hogy egy új kormányzás kezdődik, új struktúrában és új emberekkel. Nyilván mindenkinek van elképzelése, elképzelése és ötlete, hogy mi minden is fog megváltozni. Nyilván ti is hallottatok már dolgokat, én is hallottam, kisvártatva kiderül. De ami nagyon fontos és, és lényeges elem, amit te mind a ketten már megfogalmaztatok az előbbiekben oly módon, hogy az emberek arról döntöttek, hogy Magyarország magyar ország marad-e, ugye a miniszterelnök az, az értékelésében ugyanezt úgy fogalmazta meg, hogy az emberek arról döntöttek arról, hogy Magyarország szuverén ország marad, és csak ők dönthetik el, hogy mi kikkel élünk együtt. Hát ez ugyanannak a más ez módon egy 500 éves történő megfogalmazása. Na most ha már a, említetted ezt a bizonyos vélemény klímát, Igen, így szokták. Ugye az, az ellenzéknek az egész kampányban arra irányult a stratégiája, hogy a migrációs kérdést és az ebből fakadó veszélyeket. Azokat anulálják, egy Jó, nem illetve. létező ügyé, ügyként tüntessék fel, és, és ennek a helyébe emeljék, korrupciót, meg hogy minden rossz, a kormányzás egy zsákutca, az ország megint csődbe van, a romok van, minden, van. minden tönkre van menve. És nagyon úgy tűnik, hogy hát nem úgy tűnik, az tény, hogy ez nem sikerült, még a mi imént egy saját érzéseink ellenére sem sikerült, és én megkockáztatom, hogy azért sem sikerült, mert egy, az emberek igenis érzékelik, hogy nincs ma nagyobb veszély és kihívás Európára nézve, mint a migráció és az, hogy Európa elveszíti a lelkét, a kulturális arculatát. Ezt felfogták és érzik, hiszen látják naponta, hogy mi folyik tőlünk nyugatra. De szerintem ez sem lett volna elég, hogyha pont azt nem érzik, amit az imént itt próbáltunk megfogalmazni. Ha azt nem érzik, hogy igenis az elmúlt nyolc évben nagyon fontos, pozitív dolgok történtek. Hatalmasat léptünk elő. Hogy igenis a saját bőrükön is kezdik érezni, még talán a legelesettebbek, még azok is, akiknek csak a közmunka jutott, de legalább az jutott, hogy valami pozitív történt, és ebből pedig a negatív tartományban az következik, hogy pontosan érzékelték, hogy az ellenzék minden narratívája egy hazugság, ami hajánál fogva van előrángatva. Ez történt? Így, nagyjából. A valóság, mert ugye nem véletlenül születtek olyan fogalmak, hogy post-truth politics. Ez... Érdekes módon ugye a globális véleményhatalom meghatározó mainstream osztagai a, éppen az amerikai elnökválasztással kapcsolatban, ahol végül is szintén valami hasonló történt, nyilván rengeteg eltérés van, de ugye ott is szugeráltak valamit nagyon hatásosnak tűnő módon, és aztán mégis az ellenkezője következett be, tehát láthatólag, és ezt tudomásul kell venni, hiszen ugye mi is egy médiában, médiumban ülünk itt benne, szóval a, a globális módon világ, az arról ösmerszik meg, hogy a tudások és információk nagy részét valamilyen közvetítőn keresztül szerzi meg mindenki. És éppen ezért a közvetítő rendszer urainak, tehát akik valóban, valóban uralják ezeket, azoknak felfoghatatlan, és javarészt, és ez a dolog lényege, ellenőrizhetetlen hatalmuk van. Ugye a Facebookás, ahogy most én is írtam erről, a Facebookás is arról látszik szólni, hogy ez, a, ez ma a globális hatalmi rendszer legnagyobb inkább meghatározó beleme, legkényesebb, és egyúttal legdrámai változásokra lehetőséget adó fegyver a világurainak a kezében. Tehát nem nagyon tehetünk más, mint az, hogy igyekszünk, ezt tettük a, ennek, ebben a műsorban és az elmúlt lassan most már hét évben, igyekszünk minél pontosabban megismerni a természetét ennek az új globális fegyverrendszernek, mert az, és hát ha lehetséges a, a megakadályozni azt, hogy ezekkel a fegyverrendszerekkel, globális véleményhatalmi fegyverrendszerekkel, mondjuk egy szimpla lőtérré változtassák át Magyarországot, ahol kedvükre kipróbálhatják ezeket a hihetetlenül pusztító véleményfegyvereket. Térjünk vissza megint a itteni dolgokra. Szóval ugye arról beszéltünk, hogy az ellenzék, Megbukott ő, őrületes mértékben, megbukott. Nem csak az, hogy nem tudt összefogni, nem is lehetett volna őket összerakni, csak szóval ki van zárójelben. szabad, zárója jegyzem meg. Nem Teljesen mindegy, ahogy elnéztem a 91 egyénit, amit megnyertünk, kétharmadába, hogyha teljes összefogás van, és a jobbik is akkor beáll, sem. és akkor egy az is egyben jönnek, jönnek akkor is esélyük megjeljük. annyi volt, mint szállasak a népbíróság előtt. Kérem szépen. De akkor most rögzítsük, mert ugye, hogy mit tud a nép a világról, meg mit közvetít a média, vagy hát mit tudom én a véleményei hatalmi lótúrók. Hát akkor mi közvetítsük nekik azt, hogy megtaláltatott az a modus vivendi, még egyszer előbb is elmondtam, újra elmondom, meg a következő adások meg ötvenszer el kell mondani, amely eredményesen működik, és folyamatosan igazítható is ki a külföldi mondjuk az, hogy multinacionális szektorral. A lényeg ennek a következő. A modell átváltott arról a modellről, hogy a pénz tőke uralja-e Magyarországot, vagy nem a pénztőke, ami bejön. Mert amíg a pénztőke uralja, erről szólt az eladósodás, addig az a forrás, ami ide érkezik, eltörpül ahhoz képest, ami innét ezen a jogcímen kimegy. Erről szólt maga a rendszerváltás is. 73 és 89 között a 22 milliárdból talán egymás felett tudnánk megnevezni Bogárral közösen, ami több teljesítmény volt, a többi a Subszki fele. Manapság olyan alkut kötött, hogy a Orbán rendszer hosszú, kemény harc után meg népi segédlettel, mint békemenetek, stb., hogy akkor gyerekek, mi szeretjük azokat, akik idejönnek, munkáját teremtenek, termelnek, jó produktumokat visznek a világpiacra, szerényen elnézzük nekik, hogy a haszon háromnegyedét ők teszik zsebre, mi nekünk talán az egynegyed jut, de jut, megjut munkája, meg egyéb, megjut adófizető polgár. Ez az alkul lényege. Na most ezt kéne az ellenzéknek, ennél jobbat kitalálni, sok szerencsét kívánok hozzá nekik. Itt vállal. Viszont, lenni. na és akkor itt a lényeg. Ezek nem fognak ebbe belenyugodni, eszük ágába sincs ilyen alternatívát keverni, viszont a bajkeverésben rettenetesen be fognak indulni, sokkal jobban, mint amit ma itten gondolnánk ebbe a stúdióba, és erre fel kell készülni. Javaslom, hogy vegyük elő a törvénykönyvet, lapozzuk át, és megnézzük, hogy a kétharmados törvények elegendő biztosítékot adnak -e nekünk. ennek Ezekre kocsánat. az esetekre. Még egy dolgot mindenféleképpen említsünk, mert azért a leglátványosabb tüntetések, amióta a világ a világ a fővárosban szokta azért végbe menni. Biztos. És azért itt ejtsünk szót, tehát bármilyen kényes, a lehető leghigatabban ejtsünk szót arról, hogy azért itt minden eddignél markánsabban megmutatkozott. Az, ami persze evidencia mondjuk 150 éve, ami mióta egyáltalán, vagy egész pontosan mióta hívják Budapestet a fővárosunkat, de lehet, hogy már előtte is, mondjuk a kiegyezés óta mindenféleképpen azért egészen más, a főváros, mint, mint a, a, vidék. Tehát ez itt is megmutatkozott, is hogy a főváros, nézni. tehát a főváros bizonyos értelemben más, mint jó, tehát a a, így van, is mint van, a, a, van, mint, ahogy Bécs esetében is. E, nem, így van, világjelenség, e, nyilván Amerikában is, mondjuk New York és Los Angeles, az nem a flyover Amerika, ami felett csak át, át, szoktunk repülni, és lenéz, lenézzük, lenézzük azt a vidéki, ki, azt a szószoros értelmében. A, a Itt is, így van, ahol, ahol. Eh, tehát, tehát akár, akár, mennyire is persze Kényes és kényelmetlen erről beszélni, de azért kell beszélni, hogy itt is egy higat nemben tudomásul vegyük azt a tényt, hogy a globalitás, tehát a globális hatalmi rendszer főhadiszállása az értelemszerűen mindig a legnagyobb. Város, Ugye Amerikában, ugyan Washingtonnál lényegesen nagyobb városok vannak, de a nagyváros, tehát hogy tetszik a globalizált nagyváros, és ezzel azért kell valamit kezdeni, mert óriási a demonstrációs hatása, a szószoros értelmű, nem véletlen a tüntetés Há, demonstrációnak szokás nevezni. Képesek Az ami, az, ami Budapesten történik, az látványtechnikailag, spektakularizációs szempontból értelemszerűen mondjuk százszor akkor szólhat, mint ami bármilyen vidéki városban. Tehát ezt is higat kell kezelnünk, nem lehet másféleképpen tudni, hogy a globális kollaborációk 95%-a értelemszerűen mindig, hát itt Kelet-Európán a fővárosokban és Budapesten van. Nem is, még bizonyos értelemben nem is feltétlenül lehet felrón nekik azt, hogy hát ha ők a birodalmat szolgálják, és az egész életük és jólétük döntően a birodalomra épül, akkor értelemszerűen Szeret. nekik másfajta véleményük lesz, de ezt valamilyen értelemben kezelni kell tudni, illetve el kell azon gondolkodni, hogy hogy Budapest azon nép, népe és választói, akik azért nem feltétlenül tartoznak a nyertesek közé, és mégis a globalok, komprádorok vagy kollaboránsok uh, támogatását tartották a legcélszerűbb magatartásnak itt Budapesten, hogy az ő megértésük terén, tehát az ő gondolkodásuk megértésében mit tehetnénk annak érdekében, hogy ezt a nyilvánvaló ellentmondást, hogy pont azokat támogatja, akik ezt a helyzetét, tehát a vesztes létét konzerválták oh. mondjuk az elmúlt 30 évben, ez nem túlságosan célszerű magatartás. Szintén a Mandineren jelent meg egy, vagy talán ugyanebben a cikkben, amit az imént már itten citáltam, abban értekeznek arról, és megfontolandó, ugye a fővárosi agglomerációban is mindenhol megnyertük a választást. Abban a fővárosi agglomerációban, amely Torony magasan a leggazdagabb, és ahol a legtöbb a diplomás. Fajlagosan ugye a Budapesten dolgozó. Laci, nem ezekről beszél. Magasan, tudom, csak azt mondom, hogy a magasan képzett Budapesten dolgozó és az agglomerációba családi házat építető és oda kiköltöző, Budapestről kvázi elmenekülő fiatal, középkorú, családos, gyermekes, Ehetős, tehetős. tehetős kifejezetten, magyar viszonylatban kifejezetten jó módú, és nem győzöm hangsúlyozni, diplomás körzetekben mindenhol a Fidesz-KDNP győzött. Ennyit arról egyébként, hogy csak a bunkók szavaznak ide. Zárójel azért én egy-két dolgot arra is mondanék, hogy egy kicsit a, mondjuk a szimbolikus üzeneteink legyenek világosak. Tehát ma már foglalkozni kéne azzal, hogy igenis, a jobb oldalon is voltak elég erősen beépített követői, sőt haszonélvezői a multinacionalista akaratnak. Személyüket adják ehhez manapság. Mondanék neveket, ha szabad. Bot Péter Ákos, ünnepelt jegybank elnök. Nellár Tamás, statisztikai hivatal általunk kinevezett vezetője. Jeszenszki Géza volt külügyminiszter, és folythatnám a sort, akik ugye gyakorlatilag most ott prédikáltak és adták az okosságokat 18 másik akárkivel együtt, hogy hol, mikor, melyen, meddig kéne átszavazni. Hát azért egy kicsit distancírozni kéne hivatalosan is ezektől a személyektől. Ha például mondjuk nekik nem szórnák két marokkal az ilyeneknek, nem szórnák két marokkal az állami kitüntetéseket, csak egyel, én már akkor is boldog lennék. Teljesen világos. Minden esetre volt abban valami emblematikus pillanat, ha emlékeztek, vagy ha láttátok. Választás éjszakáján vagyunk, ugye mennek a körkapcsolások, a párt eredmény eredményvárók is székházak között, és valami, Isten tudja melyik pesti kocsmában gyűlt össze a DK, ahol áll Gyurcsány Ferenc, boldogan és önfeledten cigarettázgat. Én úgy tudtam egy, egy egészen ideig, hogy ez tilos a <laughs> magyar kocsmákban. Nem szó, mi jól tudod. Ott áll, aki Jós, hosszú, vék... nem nagyon hosszú vékony cigarettájával áll, és azon lamentál a kamera jelenlétében, ott valakivel beszélget és azt mondja, a maga megszokhatatlan stílusában, amikor ilyen filozófikus próbál lenni, hogy én őszintén szólva, én nem tudom, mi az ellenszere. Nem tudom, mi az ellenszere. Orbán. És majd politiká... mondjuk neki. Találjon ki jobbat, mint az Orbán. Hát Szemmel láthatólag működik. Én nem tudom, mi az ellenszere ennek, mondja Ferenc, és mélyet szív a cigarettájába. Majd másnap föláll és azt mondja, hogy csalás történt. De, na. Erre még talán két percet mondjuk, nem mondjuk. Pont annyi jelösszük. időnk van. Szóval, van, még egyszer mondom, van ebben emblematikus pillanat, miképpen abban is valahogy vona azt mondja, hogy végleg távozik mindenhonnan, kivonul a politikából, arról is lenne mondani valom, de Arról is bocsánat, hogy adják veszik a magyar nemzetet. Ezt most nem tudjuk no, érinteni, de azért nézzük, hogy kik lesz. adják veszik a magyar nemzetet egymásnak, és, akik, akik elvileg szintén a jobboldalhoz is tartozhatnának, de valójában nem egészen. És, és Brüsszelben már arról értekeznek, hogy Orbán szüntette meg az újságot. A, a népszabadságot mindent. No, igen, igen. Egy valami, nagyon röviden. Kétszer voltam képviselő, stakkátó szerint, hogy mennek a dolgok választások előtt. Van egy választási bizottság minden körzetben. Oda bejelentést lehet tenni, ha valaki megsérti a dolgokat. Például a tépi a plakátot, főpofozzák egymást. Megvizsgálják, jelentés nem tetszik, mész tovább, bíróság, stb. Ez a helyzet. Ha ott a számlálásnál valami baj van, azonnal lehet jelentést tenni, azonnal lehet vizsgálatot kérni. Ha nem tetszik, akkor mehetsz tovább. Tessék nekem egyetlen egy esetet mondani, ahol valami olyan történt a szavazásokkal, amik már jegyzőkönyvileg el vannak marasztalva, és jogerős döntés született és beigazolódott a csalás. Amíg ilyen nincs, addig fogja be mindenki a lepénylesőjét az ügyben, hogy itt egy választási csalás volt. Röviden ennyi. És ez itt a vége is. Drága uraim, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, túl messzire ne menjenek, mert utánunk a híradó következik, velünk pedig a szokott időben jövő héten találkozhatnak. Minden jót, viszontlátásra!